este nekünk énekel Weiss Viktor, itt lesz velünk az Infusion Trio, Kozma Orsi, és fellép a Balkán Fanatik is. Sztár vendégünk élőben Szűcs Gabi! Szerencse szombat ma esti házigazdája Mák Kata és Kubács Áron. Jó estét és jó szórakozást kívánunk, kezdődik a Szerencse szombat. A változatosság kedvéért számokkal indulunk, a határszámunk a 39-es, és ha valakinek ezen belül teli találata lenne, akkor 35 milliót nyerhet. Ugye múlt héten lányos adásunk volt, én nem tudom, mit csináltatok, de még a Joker is bennmaradt. 56 milliót lehet nyerni, nem beszélve az ötös lottó főnyereményéről, amit szintén nem vittek el a múlt igen, héten. Igen, gyűjtjük a nyereményeket, úgyhogy most már gigászi 1 milliárd 464 millió forintot lehet nyerni az ötös lotton. Márkus Jakab Juditot kérdezem, a Sorsolási Bizottság elnökét, hogy minden rendben találta az előkészületek során, kezdhetünk-e? Igen, minden rendben volt az előkészítésekkel, sorsolhatjuk a Luxor nyerő számait. Nos kérem, már is a 75 szám behull a tóruszba, így ahogy mondom. Itt van velünk Nagy Laci és zenekara továbbra is, és mély meghajlás, mint az illésdalok után szokva lévő volt, amit pedig majd most felfedezhetnek a nézőink, hogy van egy pici arculatváltásunk, így a kihúzott golyóknak is teljesen más színe van, picit áttekintetőbb, látványosabb lesz a dolog, ugye kék alapon fehér betűk, majd... Olga 59, hát a golyók nem változtak, úgyhogy... Majd fehér alapon kék betűkkel jelezzük azokat, amiket már kihúztunk, innen lehet minket követni. Ugye 18, igen, tehát a tábla változott a képernyőn, ezt láthatják önök is. Én azt gondolom, hogy áttekintetőbb lett a dolog, ráadásul amit kihúzunk. Xavier 34. Jelen esetben a Xavier 34-et azt rakjuk be, hogy a legjobb oldalra, tehát mindig az az utolsó golyó a számsorban is. Robert 75. A Luxor utolsó számgolyója. Robert 73. Mi volt múlt héten? Mesélj egy kicsit, kérlek, mert nem tudtam nézni az adást, és nagyon izgultam, értetek. Pedig üzentünk neked, Ubul 22. Minden szuper volt, Áron, milyen lett volna. László 3, végre megbeszéltük a csajos dolgokat. Jó, és egyiket is figyeltelek benneteket, tehát nem mondtam, tudtam. Csak gondoltam, hogy hát, ha rám ripakodsz, és akkor tudok egyet azonnal tromfolni kézből. László 7. Nagyon fontos egyébként, hogy az új tábla, Olga 56, amin követhetjük, hogy melyik számok mentek ki, és mik azok, amik még benn vannak, hogy nagyon fontos, hogy a ködben is jól látszanak, mert hogy mostanában ez azért már elég komoly szempont. László 11. Nem tudom, mostanában keltél-e korán? Hogyne. De hát nem is kell korán kelni ehhez, mert egész napra érvényes volt, hogy itt az elmúlt napokban. László 9 a köd, sajnos pedig erre a hétre ugye azt ígérték már, hogy 8-10 fok lesz, bár... Ebből 6-ot teljesítettek. Tehát a 8-10-ből 6 valóságá vált. Robert legalábbis. 72. Ma idefelé jött, ez stimmelt. Azt mondja, nézzük, X-nek kéne kijönni ahhoz, hogy a matematikai minimum meglegyen az első képezés. Íme. Xavier, 32. Így már lehet első képtalálatunk, legalábbis akadálya már nincsen. Már kihúztuk a megfelelő. Xavier, 37. Ami meg is hozta az első nyereményt, az első képet egy valaki találta el. 851.705 forintot nyert, gratulálunk! Menjünk tovább a sorsolással, amíg keretet nem találunk. Tartsanak velünk, folytassuk! Robert 65, a
következő nyerőszám. Most már ugye a széleken kell megerősödnünk, de ott is megvagyunk, tehát úgy nézem, hogy a László és Robert sorokban is megvan a 4-4 kiúzott szám, ami kell ahhoz. László 5. Hogy meglegyen az a bizonyos matematikai minimum, hogy lehessen keret találatunk. Ez is adott már, tehát innentől kezdve tényleg csak szerencse dolga. Xavier 33. Bűvölöm közben én is a táblát. Xavier 35. És Xavierból elég jól beerősödtünk. 18-19 húzásból azért még nem kell, hogy nem kell aggódni, ha nem jön ki az első keret. Olga 51. Húból és Volgából húztunk eddig keveset. De megy tovább a sorsolás, úgyhogy nézzük, hogy mi történik. Húból 20-as. Na, meg is érkezett. Olga 52. Látok, téged is elbűvölt az új tábla. Hubul 28. Próbálok, mint a felhőkből tudod, amikor az ember a felhőket nézi és próbál formákat meg belelátni. Azt nézem, hogy mit ad ki ez a kis fehér. Olga 53. Van egy lefelé fordított T betűnk. Igen, egy F vagy két L betű egymás után. Kicsit olyan, mint a Tetris, nem? Ahogy... Robert 66. Vagy a torpedó. Így van, az is ilyen volt, igen. Sőt, hogyha... Robert 69. Ha nagyon elkalandozom, akkor esetleg egy QR kódnak egy részletét is beleláthatom a dologba. Igen, kirajzolódik. Lehet, hogy leolvasok és kiad valamit. László 12. Kiadja majd a végén a Luxor nyeremény. Egyszer kírna egy kata például, mekkora lenne? Húból 16. És simán megvan az esélye erre, lehet, hogy egy újfajta szerencsejátékot lehetne indítani. Keresztneve kellene játszani, és amely kijön... Húból 21. Akkor az vinne mindent aznap. Egy katát azt abszolút ki is lehetne írni, szerintem simán. Járont is. Hát most már nem. Olga 49. Olga 47. Csak a rendkedvér, ugye, fehér alapon láthatóak azok a számok, amiket már kihúztunk. Ez nagyon fontos. Fehér alapon kékkel. Robert 62. A kékekre még várunk, illetve természetesen ma is lesz produkciónk, igaz? Úgyhogy... Így van, a számok arra is lehet készülni megjelennek majd egyébként. Robert 64 a következő előadónkkal kapcsolatban is. Egy valaki nyerte meg az első keretet, nyereményének összegét látják a képernyőn, 1.135.605 forint, gratulálunk! Most pedig folytatjuk tovább a sorsolást egészen addig, amíg valakinek vagy valakiknek a szelvényű már csak egy bekarikázatlan szám marad a teli találathoz. Épp azt akartam mondani, hogy ha valaki így lecsúszott volna, vagy lemaradt volna a karikázással, hogy az a produkció alatt be lehet hozni, de aztán eszembe jutott, hogy akkor ugye egyrészt nem illik, mert hogy a produkciót nézzük, másrészt... Xavier 44. A számok sincsenek kint, tehát akkor nem lehet behozni a produkció alatt, tessék igyekezni. Szavér 38. És már is egyre vagyunk Luxortól, valakinek vagy valakiknek, tehát a szelvényi már csak egybekarikázatlan szám maradt a Luxor teli találathoz. Most produkcióval folytatjuk tovább. A következő előadónkhoz saját elmondása szerint a 60-70-es évek zenéi illenek a leginkább. Most viszont nem egy átdolgozást hallhatunk tőle, hanem saját dalát. A színpadon Weiss Viktor. Készül valami, csak nem látszik még. Az éj sötét, mint feneketlen kút. Ma végre elnyel egy éjes árnyék, dobd le magadról a súlyt. Ne szégyeld, hogy választ a mókus kerék, de túléled azt is még. Hajtasz, aztán majd ugrasz, látom már kész vagy. Lazíts az életem, még egy hősnek is jár néhány óra.
hogy jó legyen, a kontroll enged csak el, hagyd, hogy mindent vigyen. Enged szabadon ma a fantáziát, a hétköznapok szigetén is túl. Komfortod őre ilyetten néz rád, amint túlfeszül a húr. Mert szégyeld, hogy kell még a mókus kerék, túléled azt is még. Hajtasz, aztán majd ugrasz, látom már kész van. Lazíts az életem, még egy hősnek is jár néhány óra magány. Lazíts, hogy jó legyen, a kontroll enged csak el, vagy hogy mindent vigyel. Lazíts az életem, még egy hősnek is jár néhány óra magány. Lazíts, hogy jó legyen, a kontroll enged csak el, hagyd, hogy mindent vigyel. Mariel, nem kell a gátlás, se kifogás, hogy miért vársz. Hagyd magad, a szárnyakat ad, egy próbát megér, az élet élmény. Hogy jó legyen, a kontroll enged csak el, vagy hogy mindent vigyel. Lazíts az életem, még egy hősnek is jár néhány óra magány. Lazíts, hogy jó legyen, a kontroll enged csak el, vagy hogy mindent vigyel. Weiss Viktort láttuk és hallottuk, köszönjük szépen. Üzenete az ott, hogy lazíts is, most én lazíthatok, mert te indulsz most vándorútra. Igen, köszönöm szépen. Megyek a sorsológéphez, hogy folytathassuk tovább a játékot. Hiszen valakinek a szelvényemán csak egy szám hiányzik ahhoz, hogy teli találata legyen. És ha jól látom, még határszámon belül vagyunk. Úgyhogy ha valakinek most lesz luxora. László 8. Szóval ha a határszámon lesz valakinek luxora, ugye akkor a jackpotot is megnyeri. Robert 61. Ketten várakoznak most már a teli találathoz egy számra, amit még eddig nem tudtak bekarikázni. Lehet, és még van három esélyük, ez nagyon fontos, ugye? Megérkezik, igen. Xavier 43. Egyelőre még nincs luxor, folytatjuk tovább a sorsolást. Már csak kettő esély van arra, hogy valaki jackpotot is hazavigyen. Na nézzük, jó-e? Valakinek a László 4. Még mindig ugyanazon a két szelvényen hiányzik egy szám a teli találathoz. Na most. Ubul 17. Hárman várakozok most már a szerencsés számra. És a jackpot átkerül a jövő hétre. Ez így van, Ubul 26, viszont természetesen még mindig a Luxorban, minden héten most is lesz teli találat, úgyhogy valaki vagy valakik, mert sokára kiderül, hogy mennyit nyernek. Ubul 27. Most már 10-re emelkedett azok száma, akik egyetlen egy bűvös számra várnak. László 15 a teli találathoz, de úgy látszik, ez sem hozott sikert. Folytatjuk tovább a sorsolást, nézzük a következő nyerőszámot. Ez a László 1. Most már 25-re emelkedett azok száma, akik nagyon-nagyon izgulnak, egy számra várnak. Nézzük, megérkezik-e most. Xavier 40. Megvan a luxorunk, méghozzá ketten szerencsések annyira, hogy fejenként 3.974.620 forintot nyertek most, ma, ezen a héten a luxorjátékban. Gratulálunk! Hey!
Az utolsó számgolyom a Xavier 40-es szerepelt, ez fontos, mivel páros szám, ezért kézi sorsolás lesz az ötös lottóban, ahol pedig a várható főnyeremény 1 milliárd 464 millió forint. És egy kis összesítés tényleg csak gyűjtőknek, hogy hogyan álltunk össze ezen a játék héten. 9885 képet találtak szerencsés játékosaink, 1290 forint az övék. Keretből 155 volt, 14655-öt fizet minden egyes keret. Az első kép most már csak egy valakinek sikerült, 851705 forintos volt. Az első kerettel is hasonló a helyzet, egy valaki 1.135.605 forintot nyert, Luxorból viszont kettő volt, itt ugye fejenként majdnem 4 millió forintot, egész pontosan 3.974.620 forintot nyertek szerencsés játékosaink. A következő hétre pedig átvittünk, miután határszámon túl történt a teli találat, 27.726.424 forintot, hogy érdemes legyen velünk tartani a jövő héten is. Laci, szia, na hogy állunk? Múlt héten még nem volt gyermek? Még most sincs, sajnos. Oh! Ha, akkor izgalmas adás lesz ma is. Izgalmas, mert a feleségem egyébként bármelyik percben üzenhet, hogy most már tényleg úton van. Úgyhogy... Elkísérlek, jó, Kata, megoldod egyedül, nem? Maradok, igen, maradok. Sőt, jön még sztárvendégünk is, Szűcs Gabi, csatlakozik hozzánk a Fortuna Tánckar, lesz élő Joker és ötös lottos sorsolás, úgyhogy van még mit tenni, tartsanak velük továbbra is. Folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás, amelynek mai főnyereménye 1 milliárd 464 millió forint. A színpadon az S2 házigazdája Mák Kata és Kovács Áron. Micsoda nyitány hétről hétre, köszönjük szépen sztár vendégünknek, Szűcs Gabinak, Nagy Lacinak és zenekarának, és a Fortuna Tánckarnak.
Hát én néztem, nagyon dögös volt, becsuktam a szemem, akkor is dögös volt, látvány, halvány, minden. Úgyhogy egész oda vagyok, Szűcs Gabi. Hát a múltkor, ugye múlt héten magára hagytam a hölgyeket, de hát ez baj volt, soha többet nem teszek ilyet, azt kell mondjam. Köszönjük szépen a bókot, de hát nem mi vagyunk azért a lényeg, hanem a sok milliárd és milliók. Ma is hoztunk belőle bőven, kezdjük a Joker sorsolást. A hetedik játékhéten a Joker bőnyereménye 56 millió forint! Üdvözlöm a sorsolási bizottság elnökét, Márkus Jakab Juditot, és közöttünket dr. Filip Tamást, akik felügyelik a sorsolásokat. Judithoz fordulok, hogy az előkészületekkel rendben volt-e minden? Igen, minden rendben volt. Most is az előkészítésekkel sorsolhatjuk a Jokert is, és az ötös lottót. Kezdjük is a Jokerrel. A Joker első számjegye a 9-es. A második a 0. A harmadik a 3-as. A 8-as. Az 5-dik, a 2-es. És a 6-dik, a 4-es. A Joker szám 9-0-3-8-2-4. Népzenei motivumok és mai hangszerelés. Ezek találkozása következik most. Színpadon a Balkán Fanatik.
szépen a Balkán fanatiknak. Már is kezdődik az ötös lottó sorsolás, de hogy hogyan is történik. Nézzük csak a Luxor utolsó számgolyóját, mivel ez páros szám volt, ezért kézi sorsolás lesz. A stúdióban ülő pályázó játékosok közül pedig valaki ma is kisorsolja a nyerőszámokat. Hogy ki lesz, nem sokára kisorsoljuk, az biztos, hogy nem távozik üres kézzel, hiszen kereken 1 000 000 forintot nyer, a többiek nyereménye pedig 30 000 forint lesz. Pályázni a www.szerencsejáték.hu-n, illetve a 061-224-2626-os telefonszámon lehet, és nem is húzom tovább az időt, átadom Áronnak a szót. Nagyon köszönjük, itt vagyunk Vikivel, és Viki már is beindítja a kézi hajtányt, ami egyébként a milliómos gyártó eszközünk, hiszen most gyanútlanul, a gyanútlan üldögélő kedves pályázó, szerencsésen bekerülő játékosok közül valakiből milliómos csinálunk. Aki ma nem más, mint Varga János. Ezt a kedves nézők szerintem nem hallották, János nagy éjjelzésben jött és ment oda Áronhoz, úgyhogy kezdődjön az ötös lottó sorsolás, legyen önöknek is nagyon nagy szerencséje. A hetedik játékhéten az ötös lottó főnyereménye nettó 1 464 000 000 forint. Kedves János, hát mindenki kíváncsi arra, hogy egy friss milliómos mit üzen a nagyvilágnak, íme a lehetőség. Pályázom mindenki, szerencséje lesz előbb-utóbb. Mint ha megbeszéltük volna, pedig nem. Köszönjük szépen, akkor juttassunk másokat is hasonló helyzethez, méghozzá egy kicsivel többet, mint 1 000 000 forintot lehet nyerni. Kezdjük el az ötös lottó sorsolást. Visszanéztem a múlt heti adást, Kata, és meg kell mondjam, hogy picit kiábrándító volt. Egyáltalán nem hiányoztam mellőletek. Egyáltalán nem hiányoztam. Annyira jól csináltatok, igaz, hogy megemlítettetek, és azért hálás vagyok. Tehát, hogy valamiért azért visszaloptatok, de nagyon flott volt a két lány. Igen, nem tudtunk nem megemlíteni titeket egy picit. Jó, Levit is megemlítettétek, az már nem volt annyira szimpi, de a sajátomat köszönöm. Igen, és amit mindenképpen meg kell említenünk, hát ez a gigászi nyereményünk közel 1 500 000 000 forint ugyanis a tét. Jó, hát kicsit végeztem én is kutató munkát, tehát utoljára tavaly novemberben volt teli találat, akkor volt utoljára ötös, akkor táncoltunk és ünnepeltünk utoljára novemberben, 900 000 000 forint körül volt akkor a nyeremény, és ekkora nyeremény, mint ami ma vár önökre, az legutóbb 2016 januárjában volt, ez ugye alig több, mint egy éve, akkor 1 500 000 000 körül volt az az összeg, aminek lába kell itt a stúdióban, és valakinek a zsebébe ugrott bele. Igen, én megszámoltam, és hihetetlen, hogy eddig az ötös lottón 20 alkalommal volt teli találat úgy, amikor nagyobb volt a nyeremény a mostaninál. Gondolj bele, hogy 20-szor örülhetett valaki, hát szinte felfoghatatlan, egy élet is kevés ahhoz, hogy ennyi pénzt, ha összeadjuk, elköltsünk. Igen, érdekes, hogy ezt mondod, ráadásul ugye mi itt hetente elmélázunk azon, hogy az embernek mit kell ilyenkor csinálni, mit csinálnánk. Mi mindig ezen gondolkodunk, igaz, hogy mi lenne, ha nyernénk, de valójában ez ilyen megjósolatatlan, mert valószínűleg mi is ugyanolyan idegesen állnánk ott, hogy a dolog előtt, és nem hinnénk kell, hogy milyen a szelvény. Például nem tudom, hogy van erre statisztika, de nagyon érdekel, hogy hányszor ellenőrzi le valaki a szelvényét, amikor meglátja, hogy tényleg az az 5 szám. Odaadja fel, nézd meg, drágám, hát ezt az 5 számot. Mikor hívja föl ugye azt a telefont, mikor hívja föl ugye a nagy nyertes vonal. Nagy nyertes vonalt, ezt a szót, igen, kerestem, köszönöm szépen, hogy visszahívást kérje, mert mégiscsak a perziak azért drágák. Tehát, igen, és akkor... Én biztos, hogy azonnal felhívnám, csak nekem meg az a dilemmám, hogy hova tenném a nyertes szelvényt. Vigyem mindig magammal, vagy hagyjam otthon, rejtsem el valahova a szekrénybe, vagy valamelyik fiók mélyére, vagy nyeljem le. Ez egy jó kérdés. Hova tegyem, mit csinálják? Ez egy jó kérdés. Hát nagyanyáink a szerelmes leveleket mindig eldugták valahova, így a pendelybe. Hát például ez egy ötlet, nem tudom, de ez egy jó kérdés, ez releváns. Amit nem dugdosunk viszont, az a második nyerőszám, húzzuk azonnal. We'll be right back.
Második nyerőszám a 79-es. Porcelán, ez a most következő dalunk címe, és ennek okán utána jártam, hogy vajon mennyit érhet a világ legdrágább porcelánja? Szerinted? Satszolj egyet. Hát porcelánban nagyon otthon vagyok, köszönöm kérdésedet, de mondok egy olyan nagy számot, amit magam se gondolok komolyan. Mondjuk, hogy egy porcelán csibét megvehetsz 5 milliárd forintért. Majd nem eltaláltad. Na. Kínai porcelánról van egyébként szó. Ennél magasabb az összeg, 8 milliárd forintért kelt el. Egy kínai porcelán, ez egy 8 cm átmérőjű kis csésze, van rajta kakas, csirke, tyúkocska és livium. Ki veszi el, de most komolyan, 8 milliárdért. Igen, még azt is megnéztem, hogy a korabeli Ming dinasztiából származik, Csengu a császár uralkodása ideje körül. Nem ő a vette. Porcelán. Jó, tehát nem. Ez egy ilyen kis ivókupa egyébként, egy hongkongi árverésen kelt el, egy sánkhályi milliómos vásárolta meg. Hát gratulálunk, hát komolyan mondom, élete legjobb vétele lehetett, nem? Egy ivócsésze 8 milliárdért. Szívő, ráadásul törékeny. Tehát, körülbelül hogy... ekkora az átmérője, 8 centi. Óriási ötlet lehetett, de tényleg. Mennyire hiányzik ez nekem? Aki esetleg megnyerné ezt a másfél milliárdot, szerintem lesz jobb ötlete, mint korabeli ivócsészét vásárolni ebből az összegből. Kívánom neki ezt. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye porcelán, akkor jön következő énekesnőnk, aki ebben a témában érdekelt, mert hogy előadja Porcelán című dalát, Kozma Orsi. És más nem számít. Suttogva kérdezem, ha időnk végtelen, lesz-e holnapunk, vagy más elcsábít. Miért van, hogy épp veled élem át? Miért, ha az életem kristály poharát. Miért van, hogy épp veled élem át? Miért, ha az életem porcelán? Suttogd, ha kérdezem, időnk végtelen, miénk a pillanat és más nem számít. Suttogva kérdezem, ha időnk végtelen, lesz-e holnapunk, vagy más elcsábít? Miért hogy épp veled élem át? Miért, ha az életem porcelán? Miért, hogy épp veled élem át? Köszönjük szépen Kozma Orsinak, sorsolással folytatjuk tovább, jön a harmadik nyerőszám. A harmadik nyerőszám a 64-es.
Szűcs Gabival beszélgettem a minap, és elárulta, hogy ugye ő rögtön, amikor megérkezett hozzánk sztárvendégnek, akkor elvitték a Jokert. És elmondta, hogy egy picit így telhetetlen lett, és így ostorozta magát, hogy hogy lehetek ilyen, hát rögtön elviszik a Jokert, de én már azt szeretném, az ötös lottó is nálam menne el, sietve nyugtatnám meg, hogy ez teljesen normális. Sztárvendégeink itt hétről hétre így belemelegednek ebbe az egészbe, és jobban szorítanak egy ötös ér, mint akármi, vagy önök. Jó, igen, igen, de azért elsősorban azért jönnek ide természetesen, hogy jobbnál jobb dalokkal és produkciókkal elkápráztassanak minket. Ma sem lesz ez másként. A színpadon Szűcs Gabi! Szűcs Gabinak. Folytatjuk tovább a sorsolást. Így van, húzzuk a negyedik nyerőszámon. A negyedik nyerőszám az 51-es. Már teljesen megszokod, lehet, hogy sok előadó tehetségkutatón tűnik fel, aztán hip-hop bele is írja magát ugye a hazai zenei életbe, és a most következő produkció is ilyen lesz, vagyis egy olyan zenekar, akik egyébként abban különböznek a többitől, hogy nem csak hazai tehetségkutatókon tűntek fel, hanem külföldin is, Németországban például a Supertalenten is, ahol ráadásul arany gombbal, azaz a legkiválóbb eredménnyel jutottak tovább. Arany gomb? Igen. Nagyon szerencsét is hozhat, nem? Tehát a gomb az mindig a szerencsével összefügg. Egy aranygomb, meg pláne van szerencsém bejelenteni a színpadon az Infusion Trio-t. You are the one thing in my way.
Fusion Trio-t láttuk és hallottuk, és hát közben én elrévedeztem, miközben láttam ugye a hegedűs urat. Igen, hogy egy Stradivárit szerintem lehetne venni a mai nyereményből. A hegedű királynőjét. Meg lehetne belőle venni. Nem maradna sok pénz, de azért biztos, hogy kijönne belőle. Ez egy érdekes dolog. Mondjuk lehet olcsóban is hozzájutni. Most pont egy nagyon kedves barátom posztolgatta, hogy nagyon-nagyon szívesen megy lomtalanításban segítkezni, ha valaki öreg hangszert talál nálad. Persze viccesen leírt az összes márkás hangszert, ami minél ütöttebb, kopottabb, annál értékesebb. Tehát ez egy ilyen, ha valakinek szerencséje van, akkor hogy az ágy alul ilyen pókhálós hangszerek előkerülhetnek ilyen árakon. Aki pedig nem ennyire szerencsés, annak a lottóban kell szerencsésnek lennie, mert mondom, ebből akár Stradivárit is vehet magának. Jobb, mint egy minkcsésze szerintem. Igen, húzzuk is ki az ötödik nyerőszámon. Az ötödik nyerőszám. A 61-es. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 51, 61, 64, 74 és 79. Milliárdért szurkolunk ma, ha nem lesz ötös, akkor biztosan el fogjuk érni ezt a másfél milliárdos álomhatárt. Úgyhogy, de én azért szurkolok, hogy vigyék el ma, valaki nyerje meg, legyen öt találatos. Azért rossz hírem van, az 50-en aluliak nem lesznek szerencsések a mai napon. Mármint nem életkorban. Hát igen, 51 volt a legkisebb szám. Tehát az 50-en aluliak, mi nem rugunk labdába, ha azt kell mondjam. Azért reméljük, hogy voltak olyanok, akik rafináltabbak voltak, vagy szerencsésebbek, ugye nézőpont kérdése. Múlt héten nem volt nagy nyertes. Amikor itt voltatok, így van, úgyhogy remélem most hozok valami kis szerencsét, és valaki elviszi az összeget. Viki tud mindent, hívjuk már is. Köszönjük szépen az adatokat. Na kezdjük a Jokerrel tehát. Az, hogy két találottal 4829-en néztek farkas szemet, 1300 forint az övék. Nézzük a 13000-es kategóriát, itt már 543-an érdekeltek, ugye három találattal sikerült mindezt elérni. Akiknek négyesük volt a Joker, ennők 40-en vannak, vagy legalábbis 40 szelvényről beszélhetünk, 130000 forint a jutalom. 5 találatos 12 darab volt, itt 5 milliómos avatunk, illetve bocsánat, 12 milliómos avatunk, hiszen 5 találattal 1.300.000 forintot lehetett nyerni. És van-e teli találat a Jokeren? Nincsen! Ez annyit jelent, hogy jövő héttől a Joker 80 milliót fizet. Szorban viszont szép nyeremények születtek, nézzük meg ezeket is. Mondom, a főbeket, az első képet egy valaki találta el, ezért 851.705 forint jár neki. Egy első keret volt, vagyis valaki 1.135.605 forintot zsebelt be. A Luxor-teli találaton osztozni kellett. Két darab volt belőle, 3.974.620 forint jár szelvényenként, és nem volt határszámon belül teli találat, vagyis 27.726.424 forint került át egészen pontosan a jövő hétre. Hát, mint említettem, volt, nincsen 50 alatt szám, két találatos viszont van, 59.749, 2.365 forint az övék. A három találatosok száma 1.574, 41.015 forint az értejáró nyeremény. 17 négyesünk van, ez 3.560.010 forint, nagyon szép összeg, jól fizet a négyes ezen a héten. Na de hogy fizet az ötös? Hát egyelőre sehogy, ez annyit jelent, hogy a következő évtől 1.601.000.000 a tét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, keressenek minket Facebookon is, illetve adásunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a Szerencsejáték ZRT videó megosztóján. Jön a dal, tessék figyelni, szavazni, mindenkinek kellemes estét kívánunk, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Chris Brown, set it up.
fun.